Úgy zuhog, mintha dézsából öntenék. Jó sokat kellett alpalni ennyi receptért. Ennyi cuccal hatalmas bulit rendezhet. Régóta jöjj a Prozacon? Dexedrinen? Ó, én nem. Érdekes drogok. A Dexedrin alapvetően tablettában az igazi, de azt hiszem a legtöbb orvos a Prozac hatását ellensúlyozza a Dexedrinnel. Ami folyékony morfin. Az aztán hazavágja magát, mint a sít, ha nem elég óvatos. Nem szabad keverni a kettőt. Erős, kemény, durva holmi. Pontosan mi a baja, hogy ennyi gyógyszert szed be? A kurva anyád. Tessék? A jó kurva anyád. Mi? Mit hordít össze? Seggfej! Ki a fasz vagy te? Nézze, hölgyem, én csak megpróbáltam szóba elegyedni magával. Bejövök ide. Nem is ismersz, gőzöd sincs, ki vagyok. Nem milyen az életem, és van hozzá pofád. Asszonyom. Van bátorságot, kérem, hogy az életemről faggass. Kérem, hölgyem, csillapodjon. Kapja be! Ne szólítson engem, hölgynek. Bejövök ide. Átadom a recepteket. Ellenőrzik, telefonálgatnak, faggatóznak, gyanakodnak. Beteg vagyok. Minden csupa kor körülöttem, és maguk az életemről faggatnak. Mi a baj? Nem látta a halált az ágya fölött? A házában? Hová lett a tapintatuk? És aztán hülye kérdéseket tesznek föl? Mi a baja? Nem szopsz le, ez a baj! És maga még azt mondja nekem, hogy hölgyem, szégyellje magát! Szégyellje magát! Mindketten szégyelljék magukat!